Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Én szeretném ma folytatni a keserűséggel kapcsolatos tanítást, vagy ilyen gondolatokat, és ma szeretnék arról beszélni, hogy a keserűség az egy ilyen fertőző, zavart keltő, olyan növényhez hasonlít, amely a gyökerei mélyen benn vannak az ember szívébe, elméjébe, lelkébe, gondolataiba, érzéseibe, és ott zavart kelt belül az emberbe, és ezzel elrontja az ember az egész életét. Ma erről szeretnék röviden, vagy valamennyire beszélni nektek. Ez a zsidókhoz írt levélnek a 12. fejezetéből olvasnám föl Istennek az igéjét, és remélem, hogy ez is áldás lesz, amiről lesz most szó. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 12. verszakától olvasom Isten igéjét. Itt azt mondja Pál apostol, annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankat, térdeket egyenesítsétek fel, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt, inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki nem látja meg az Urat. Vigyázzunk arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, és most figyeljetek, nehogy a keserűségnek bármilyen gyökere, látod, bármilyen gyökere, tehát ha van gyökere, ezért mondtam azt, vagy ezért írtam ki azt, hogy egy növényhez hasonlít a keserűség, amely gyökereket ereszt az emberbe, az ember személyiségébe, az ember lényébe, lényegébe, szívébe, lelkébe, és azt mondja, hogy nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnövekedjen, és megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Tehát látjátok, hogy a keserűséggel foglalkozni az nem csak magánügy, hanem igazából egy közügy is, mert ha az ember eltűri és megtűri magában a keserűséget a privát szférájában, ez nem marad meg. Tehát ez nem csak a te problémád lesz, vagy a te keserűséged nem csak a te problémád lesz, hanem az másoknak a problémájává is válik, illetve másoknak a keserűsége az nem csak az ő problémájuk lesz, hogy nyugodtan lehetnek keserűek, ez előbb-utóbb el fog érni téged is, meg engem is, mert ez fertőzést okoz. És ugye most olyan időkben élünk, ahol látjuk, hogy a vírusokat is bekategorizálják, hogy a sima vírus mondjuk egy vírus, egy fertőzött, egy embernek tudja továbbadni. Lásd a delta variáns, azt mondják, hogy 6 személyt tud megfertőzni, tehát az intenzitása a fertőzésnek sokkal nagyobb arányú. És itt azt mondja a Pál apostol, hogy a keserűségnek a fertőző képessége, azt mondja, nagyon sokan meg tudnak fertőződni. Tehát hiába, ha mi nem vagyunk és védjük magunkat, hogy nem akarjuk, hogy keserűek legyünk, viszont nekünk arra is figyelnünk kell, hogy másoknak a keserűsége ne ragadjon ránk, és bennünket ne befolyásoljon, mert nézzétek meg, úgy folytatja tovább, egy példával folytatja tovább az Isten igéje, hogy ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta az első szülöttségi jogát. Tehát látjátok, hogy a keserűség az emberből egyrészt nézzétek meg, hogy keserű emberek, most itt ez alapján, az ige alapján szexuális bűnökkel is küzdenek. Viszont a másik oldalról megvetik a szellemi értékeket,
És egy idő után cinikussá válnak szellemi értékekre, kigúnyolják, kinevetik, vagy egyáltalán nem veszik komolyan a szellemi értékeket. Szeretnék az áldásokat, ugye, ahogy itt olvassuk is, hogy szerette volna örökölni az áldást Ézsau, de megvettetett, mert nem találta meg a megtérésnek, a megbánásnak, igazából a megtérésnek a helyét, noha könnyhulajtással kereste. Tehát mit akarok ezzel elmondani itt a 12. versszaktól a 17. versszakig, hogy a fő probléma a közepe ennek a résznek az, hogy emberek, vigyázzunk a keserűséggel kapcsolatban, vigyázzunk, ne engedjük meg, hogy a keserűség gyökeret ereszen belénk, és ott kezdi el ugye a 12. versszakban, hogy egy ilyen csüggett állapotból, ugye amikor azt mondja, hogy a lecsüggesztett kezeket, ellankadt érdeket emeljétek föl, tehát egy ilyen passzív, csüggett, kiengedett, ilyen kioldott állapotban van az ember, tehát nincs egy feszességben, hanem egy ilyen lazáskodás van az emberben, és egy ilyen lazasság jön létre, szellemi lazasság jön létre az emberben, és itt kezdődik el a probléma az embernek az életébe, hogy nem figyel oda, hogy hogy éli az életét, hogyan, milyen cselekedetei vannak, milyen életvitele van az embernek, mit néz meg a tévében, az interneten, úgyis laza az egész élete az embernek, mindent meg tudok csinálni, úgyis szeret engem az Isten. Persze, hogy szeret, de viszont tönkre tudjuk magunkat tenni a saját ostobaságunk vagy bolondságunk miatt, ha nem figyelünk oda azokra a tanácsokra, amiket Isten igéje elmond nekünk. És azt mondja, hogy tehát a 15. verszak, hogy a keserűségnek gyökerei vannak. Fogok beszélni majd a gyökerekről is, tehát a keserűségnek a gyökereiről, hogy miről van itt szó. Például mondjuk az egyik ilyen gyökér, amikor egy nyomás, egy tartós, nagy nyomás alatt van az ember hosszú ideig, és ezt nem tudja elengedni, nem tudja felengedni ezt a terhet, a lelki-szellemi terhet az ember a személyiségéből, és csak az, hogyha nem foglalkozik ezzel, de megtűri magában az ember ezt, akkor, és nem csinál vele semmit, már az is keserűséget tud okozni. Tehát a keserűségnek sokféle gyökere van, és nézzétek meg, hogy ezek a gyökerek, ezek nem maradnak azért, mert nem foglalkozunk ezekkel, tehát a keserűséggel, ettől nem fog ugyanolyan maradni a keserűség, hanem azt mondja, felnövekszik. Tehát ez egy növekedési fázison megy át a keserűség az emberben, és azt mondja, hogy zavart fog okozni az emberben, meg fog zavarni, először azt az embert, akiben benne van a keserűségnek a növénye, most így mondom idézőjelben, ez a méregnövény, akiben benne van, azt őt meg fogja zavarni, és utána meg fog zavarni sokakat, másokat is. És ezáltal azt mondja, sokan megfertőztetnek. És a keserű emberek megvetik a szellemi értékeket. Ahogy Ézsau nem véletlenül mondja el, hogy vagy egy ilyen testi emberekké válnak, tehát ezért mondja a szexuális bűnt, hogy testi emberekké válnak a keserű emberek. Másrésztről ugye azt mondja, hogy istentelenek, tehát megvetik azokat az értékeket, amiket Isten a beszédén keresztül, a Biblián keresztül ad át nekünk. És látjátok, nézzétek meg, hogy azt mondja, eladta elsőszülöttségi jogát. Tehát ott volt, az övé volt, élhetett volna vele. Isten megadta neki, hogy az övé lehessen, de ez az ember frusztrált volt, frusztrált emberként járt, csüggett, lecsüggedve jött haza a vadászatról egy nap, és amikor Jákob elkérte tőle egy ételért, tehát most így mondom, egy élvezeti
valamiért a szellemi dolgot, akkor ez az ember odaadta neki a szellemi értéket, ahelyett, hogy azt őrizte volna, és egy élvezeti cikkért odaadta ezt, csak azért, hogy arra pár percre felengedjen a nyomás és a teher az életében, és az érzelmeivel valami önjutalmazást érjen el, hogy arra pár percre, pár órára jól érzi magát. De cserébe egy életre elvesztette ezt a szellemi előjogát az Ábrahám áldásához, és az Izsák áldásához elvesztette. Mi ne legyünk ilyen emberek, akik pár perc, pár órás mulandó örömökért elveszítjük azokat az értékeket, amiket Isten beleültetett az életünkbe, hogy azok által kiteljesedjünk. Fogok erről még beszélni, és látjátok, a 17. verszak azt mondja, hogy ő szerette volna örökölni az áldást. Tehát mai napon is sok keresztény szeretné örökölni az áldást, tehát szeretné, hogy ez az áldás, az Ábrám áldása, amit Jézus Krisztus megszerzett a számunkra, szeretné, hogy megnyilvánuljon, működjön, de tudjátok, hogy az áldásnak szelleme van. Tehát az áldás az egy intelligens valami, és nem egy ilyen tehát hogy nincs, tehát semmi értelme, semmi intelligenciája nincs. Az áldás, amikor valakire rászakad, vagy rászáll, akkor az áldás elkezdi követni azokat az embereket, akikre rászáll. Tehát nekünk keresztényeknek, nem nekünk kell az áldások után szaladnunk. Tehát az áldások szaladnak mi utánunk. Tehát ha ránk szállnak ezek az áldások, és ezért voltak sikeres emberek, a Jákob, az Izsák, az Ábrahám, mert rájuk ragasztotta Isten az áldást, és akárhová mentek. Ha Ábrahám éppen lement Egyiptomba, ott is megáldotta Isten. Ha Ábrahám elment a filiszteusok közé, ott is megáldotta Isten. Ha Izsák szárazságban elment, a száraz esztendőben vetett a filiszteusok között, mivel hogy az áldás szelleme, ez egy intelligens valami, rászállt, ment utána a száraz földre, és ott, amikor vetett, akkor ott megáldotta. Ugyanígy Jákobbal, nézzétek meg, hogy ez egy szelíd, sátorlakó ember volt a Jákob, és nézzétek meg, hogy az áldás megtalálta ott a sátornál is, mert ő örökölte az áldást, és nem Ézsau, aki viszont elment vadászni, elment vadak után, elment az áldás után, hogy valamit megszerezzen, birtokoljon. Nézzétek meg, hogy Jákob úgy birtokolta a javakat, hogy az áldásnak a szelleme rászállt, és elment Lábánhoz, ha Lábán át akarta verni, akkor ez az áldás, ez átfordította a Jákobnak az életébe a szükségeket bővölködésbe, sikereket hozott be az életébe, győzelmeket hozott be az életébe. Tehát látjátok, hogy az áldás szelleme az nem olyan, hogy te rohansz az áldások után, hanem az áldások jönnek és rohamoznak meg téged, és persze elvezetnek oda, ahol a helyed van, ahol meg tudod tapasztalni azokat a kutakat, amiket például Izsák megásott, oda kellett menni egy konkrét helyre, de az áldás szellem az megoldja neked, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen legyél, és a megfelelő emberekkel találkozzál. Én ezt kívánom neked, hogy így működjön az áldásnak a szelleme az életedben, hogy a megfelelő helyen legyél, jó helyen legyél, jó időben, és a megfelelő emberekkel, és a jó emberekkel
találkozzál, és előre menjen az életed minden szempontból. Anyagilag, egészségileg, és minden szempontból, hogy alkalmas emberek legyenek az életedbe, és ne alkalmatlan emberek vegyenek körbe téged, akik lehúznak téged, lehúzzák az életedet, és rosszabb helyzetbe kerülsz. Ez az áldásnak a szelleme intelligens, összehozza a dolgokat. Tehát ez a lényeg. Hiába, látod, Ézsau hiába akarta, egy keserű ember, hiába akar áldás alatt lenni és élni. Hiába akarja az áldást, egy keserű ember nem fogja tudni ezt megkapni, mert a keserűség az taszítja az áldásnak a szellemét. Egy keserű ember az eltolja, tehát a szellemvilágba olyan, mint hogyha egy ilyen ellenerőt gyakorolna az áldás szellemére a keserűség, és hiába mondja az áldás szelleme, én jönnék rád, hát hiszen Jézus Krisztusban Istennek az áldása ott kell, hogy legyen az életedben, de mégis amit nyom ki magából a keserűségnek a gyökerei, és a testiség az emberből, az eltaszítja magától ezt az áldást, ezt az áldásnak ezt a szellemét. Tehát ez egy intelligens valami az áldás, tehát ő száll rád, és nem neked kell rászállnod az áldásra, rárepülni az áldásra, és futni az áldások után. Isten emberei mindig ez a szellem rájött az életükre, és mutatott utat nekik, látásokat adott nekik, terveket adott nekik, látták a céljaikat, amiket Isten adott az életükbe. De az áldás szellem az soha nem arról szól, hogy az áldás legyen középpontba az életünkbe. Mert úgy járunk, mint Ézsau, hogy neki a középpontjában a vad volt, hogy valamit jót vadásszon, és elkapja azt a célját, megszerezze. Tehát nekünk a célunk, a központ, az Krisztus, Jézus Krisztus. Istennek az akarata kell, hogy nekünk a központba legyen. És azt mondja Jézus, hogyha keressük Isten országát és az ő igazságát, akkor azt mondja, mindezek a dolgok, a ruhák, a pénz, az ételek, az, hogy hol lakjunk, az gondoskodni fog rólunk, a mi Istenünk. Tehát látjátok, hogy visszatérve Ézsau hiába kereste, hiába örökölni akarta, azt mondja, megvettetett. Az áldás szellem az tudja, hogy neked mikor, mennyi áldás az, amivel nem mész tönkre. Az áldásnak a szelleme az intelligens. Van, hogy rászáll az emberre, előre jut az élete, aztán megáll egy időre. Tehát nem biztos, hogy úgy megy az áldás az emberen, hogy folyamatos növekedéseken megy az ember keresztül. Lehet, hogy úgy megy, hogy növekedés, a stagnálás, megint növekedés. Miért? Azért, mert hogyha folyamatosan az áldásban növekszel, akkor lehet, hogy a jellemed, a személyiséged belül, amivel ugye az áldást azt hordozni is kell, ezért azt megvárja ez az intelligens szellem erő, megvárja, hogy a jellemünk és a személyiségünk fel tudjon épülni, hogy ne menjünk tönkre. És akkor megint, amikor már megerősödtünk, akkor az áldásnak a szelleme még emel az embernek a szintjén. Látjátok, így telt Ábrahámnak az élete, így telt Izsáknak az élete, így telt Jákobnak az élete. Tehát mindig volt egy gyarapodás, egy előrejutás, de nem mindig úgy, hogy folyamatosan, hanem voltak megállók, és kellett utolérni a jellemnek, a személyiségnek, utol kell, hogy érje ezt, amiben Isten akar belevinni bennünket. Mert ha rossz jellemmel, rossz személyiséggel, tehát megyünk bele azt, ami a vágyunk, a célunk, vagy amit Isten akar adni, akkor elszúrjuk, elrontunk dolgokat,
jellem is kell hozzá, tehát az áldásokhoz, az Isten munkájához, az Istennel való közösségbe való előrehaladáshoz jellemre is szükség van, személyiség is kell, hozzávaló személyiség is kell, mert testi embereket nem akar Isten előre vinni, tehát ezekbe, hanem nem a testet akarja Isten táplálni a kívánságokra, hanem olyan embereket akar megáldani, akik tudják kezelni a vágyaikat, kívánságukat. Látjátok, hogy tehát az ember, ha nagyon akarja, és ha nem működik együtt az áldás szellemével, de már ott van az életében, ha nagyon akarja, ha nagyon hisz benne, ha nagyon csinálni akarja, akkor megkapja, de elrontja. Ezért volt az, ilyen például, ha nagyon akarta, például Bálám nagyon akarta a pénzt, akkor elérte végül is, hiába tett be Isten akadályokat neki útközbe, elérte a pénzt, de aztán tönkre is tette, és hiába kapta meg a gonoszságnak a díját, hiába áldotta meg Izraelt, ettől nem változott meg a jelleme, a személyisége, mégis olyan tanácsot adott Báláknak, ugye a Moab királyának, amivel a paráznasság, a Moabnak a lányai a paráznasságon keresztül Isten népét Isten ellen tudta fordítani. Tehát látjátok, és pedig Isten meg akarta akadályozni ezt az embert, hogy ne rohanjon a vesztébe. De a vesztébe rohant, mert jellem is kell. Kell tudni meg azt mondani, hogy állj. Na és csak nem ezzel akarom elhúzni az időt, hanem igazából azzal, hogy látjátok, hogy megzavarta Ézsaut ez a keserűség. Keserű ember volt az Ézsau, keserű emberként élt, és azt látjuk, hogy nézzétek meg, ahogy mondja a 15. verszak, hogy a keserűségnek gyökerei vannak. Hogy a keserűséget úgy képzeld el, hogy belerögzít, ahogy a gyökerek a növényt belerögzítik abba a földbe, és utána a táplálékot a gyökereken keresztül szívja be magába az éj, és alakítja át élet nedvekké a növény számára a gyökérzet. Tehát kétféle, a gyökérnek kétféle, a növényzetnek, a gyökereinek kétféle feladata van, hogy egyrészt rögzítsék egy konkrét helyre a növényt, a másik, hogy táplálékhoz jusson a gyökereken keresztül a növény. Na látjátok, hogy ezt csinálja a keserűség is, hogy belerögzít egy helyzetbe, belerögzít, lehet, hogy egy évekkel, évtizedekkel ezelőtti állapotba rögzített bele a keserűség, lehet, hogy kaptál valami negatív hatást emberektől, szavakkal, cselekedetekkel, de ha nem figyelsz oda és megengeded a keserűséget, te le fogsz állni évekkel ezelőtti dolgokba, és indulatokba, érzelmekbe, tehát belerögzít a keserűség a gyökerein keresztül, belerögzít egy helyzetbe, és hiába telik el onnan 10, 20, 30, 40, 50 év, nem fogsz változni, mert a gyökérzet az bele ott tart téged abba az állapotba, és lehet, hogy szeretnél tehát kijönni abból, de a szellemi, tehát a szellemi lény, tehát a lényedbe a szellemek, tehát ez a keserűség szelleme, ez nem hagy el, és ott tart abba az állapotba. És ezért vannak olyat látni, hogy sok, vannak keserű keresztények, akik eltelt 5 év, 3 év, 10 év, és még mindig ugyanazzal az indulattal vannak emberek felé, a beszédeikbe, mintha megállt volna az idő, ugyanúgy beszélnek emberekről, mint 5 évvel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt, ugyanúgy kötözködnek emberekkel,
belekötnek, vagy bármit, tehát csinálnak, de az állapotuk még mindig az a pár évvel ezelőtti, vagy az a 10 évvel ezelőtti állapot. Miért? Mert a gyökér ott van, a gyökér felnövekedett, a gyökérzet megerősödött és bent tartja. És ahelyett, hogy Krisztusba gyökerezne bele az ember, helyette nem a Krisztusba gyökerezik bele, hanem diabolikus emberré válik, és magát kereszténynek mondja, mert látjátok, hogy Ézsau az nem tartotta magát annak, hogy most tehát ő ugyanúgy Ábrahámnak a leszármazottja, Izsáknak a gyermeke, csak már nem vette észre, hogy Istennél nem csak fizikai utódjai vannak Ábrahámnak, hanem szellemi utódai vannak, és Ézsau azt hitte, hogy vele minden rendben van továbbra is, és örökölni akarta az áldást. Azért gondolta azt, hogy továbbra is rendben van vele minden, mert hogyha tudta volna, hogy nincs rendben, akkor neki eszébe nem jutott volna az, hogy örökölje az áldást. De látjátok, hogy ő azt hitte továbbra is, hogy rendben van vele minden. Miközben a gyökerek már nem a Krisztus, mert tudjátok, hogy a szellemi gyökereink, ahogy mondja az Efézusi levél, hogy azt mondja, hogy gyökerezzetek meg a Krisztusban, a szeretetben, hát annak megvan akkor a magatartása, a viselkedése, a beszédje, a cselekedetei, annak megvannak, hogy mibe vagy belegyökerezve. Én is mibe vagyok belegyökerezve, meg más keresztények mibe vannak belegyökerezve, hová engedték le a gyökereiket, a szellemi gyökereiket, milyen táplálékhoz jutnak, miből tudnak meríteni, mi az, ami újra és újra feltölti őket. Tehát sok embert, aki megengedi a keserűséget, gyakorlatilag azt engedi meg, hogy ezek a gyökérzeten keresztül, a keserűség gyökerein keresztül olyan életnedveket kapjanak, azt töltse be őket a harag, az indulat, meg különböző olyan dolgok. Hát Ézsau, tehát látjátok, a gyilkosság szelleme is ott működött rajta, mert meg akarta ölni a testvérét. Tehát hát nem a Krisztusba gyökerezett meg. Tehát látjátok, hogy most így mondom, tudom, hogy előbb él, de hogy értsük azt, hogy miről van szó, hogy az ember, amiben benne van a szellemi gyökerei az embernek, és onnan merít táplálékot, és ami feltölti őt, az meg fogja mutatni a beszédei, a hozzáállása, a bosszúállása, a gyilkos indulatok, a harag, meg ilyen dolgok, ezek mind ha ezekkel töltekezik fel az ember, akkor valami nem stimmel, az nem a Krisztus. Tehát ha valaki tehát így viselkedik, hordozza a mérget, a keserűséget, a haragot, ezt táplálja, nem tudja feldolgozni, akkor a gyökerei felnőnek, és azt mondja, megzavarják, azt olvasjuk itt, hogy megzavar, nehogy, ezt ne engedjük meg. Azt mondja itt Pál apostol, hogy ezek a gyökerek felnövekedjenek, és azt mondja, megzavarjon. Tudjátok, most már nem ilyenek például a tévékészülékek, de sokunk ugye emlékszünk rá, amikor gyerekkorunkban akartunk tévét nézni, és az antenna, tehát ilyen földi sugárzásból szerettük volna, nem az interneten, meg kábelen keresztül, meg ilyenek, hanem egy antennán keresztül akartuk fogni az adást, és sokszor volt az, hogy mennyit bosszankodtuk, meg ütöttük a tévét, hogy megpróbáltuk, hogy ne ilyen hangyás legyen a kép, hanem lássunk valamit, mert szerettük volna az adást venni. És ugyanígy van a keresztény életünkben, azt mondja itt Pál apostol, hogy hangyássá tud válni a kép. Nem látjuk a mennyei adást. Persze mi azt gondoljuk, hogy de jó, bekapcsoltuk a tévét, legalább valami hangyázik is. De ebből nem értünk meg semmit, és nem látunk meg belőle semmit.
Ha csak logikailag értjük az igét, és csak logikailag állítjuk össze az igét, az még egy hangyázás, az adás, a mennyei adás, az azt mondja Jézus, az én beszédem, a szellem és élet. Azt mondja, hogy Pál apostol azt is mondja, hogy mi szellemi emberek, azt mondja, szellemiekhez szellemit szabunk. Tehát nem keverjük össze a szellemi dolgokat logikai, pszichikai, fejnehéz beszédekkel, gondolatokkal, mert ez nem fog működni. Hiába vannak jó gondolataid, ettől nem fog működni az Isten igéje. Az Isten igéje attól fog működni, hogy jó szellem van benned. És ez az élet, ez a szellem életet hoz létre benned. Tehát nem agyaskodást, nem egy ilyen igével való harcolásokat, mert van akiknél ugye olyan is van, hogy szeretnek szócsatázni. Most már ugye interneten zajlik ez az egész írásokba. És egyszerűen olyan fejnehéz írásokat írnak le, hogy az ember néz, hogy egyáltalán, hát ha ennyire okos valaki, miért nem tudja az életével, a munkájával, a szolgálatával ezt megmutatni, hogyha ilyen jól, tehát ilyen logikailag összepárosított görög-héber szavakkal tudja leírni a dolgokat. Tehát, mert nem erről szól az egész. Arról szól az egész, hogy Isten igéje, szellem és élet, és ha szeretnénk változást, és ha szeretnénk valóságos megtapasztalást, akkor bennünk is eznek a szellemnek és ennek az életnek kell, hogy behatoljon az életünkbe. És persze utána ez tudománnyá is alakul bennünk, és szabunk igéhez igét, és szellemhez, tehát szellemi dolgokhoz szellemi dolgokat, de ez világosság lesz, és nem egy ilyen beborult elmének a szövevényes kusza hálója lesz az egész. Erre is figyelni kell, tehát hogy mert megzavar a keserűség, zavart hoz létre, elmegy a kép az adásról, beborul az ég, tehát olyan a zavar, hogy előbb még világos volt, és most már sötét, és már nem látsz, és az emberben ott van a keserűség, akkor még farkas vakságot is okoz benne, hogy nem látja át azokat a dolgokat. Tehát nagyon, nagyon oda kell figyelni, hogy a zavart ki tegye az ember az életéből, mert ez a zavar másokra is át fog menni, és meg fog, nem csak ő maga lesz zavart, és nem csak a családja lesz zavart és elidegenedett Istentől, hanem az ember zavartá tud tenni másokat, és céltévesztetté tud tenni másokat is. Tehát nagyon kell erre figyelni, hogy ez a megzavarás, ezt kirakja az ember, mert ugye ezt frusztráltságokat okoz az embernek az életébe, kilátástalanságot okoz az embernek az életébe, és gyakorlatilag ez a zavar engedetlenné teszi az embert, ahogy Ézsau is, tehát nem az engedelmességnek a mintaképe, hanem a keserűség miatt, a zavar miatt teljesen engedetlenné is vált az élete, és nem tudta az áldást örökölni, pedig arra volt elhívva, de mégse kapta meg az áldást. Tehát a másik, hogy a fertőzést okoz. Tehát látjátok, azt mondja, felnövekszik, a gyökér belemegy a földbe, rögzül és növekszik, ez zavart hoz létre, és a zavart rodás azt mondja, hogy sokan megfertőződnek. Tehát itt nem marad senki ugyanaz. Tehát amikor egy keserű helyzet áll elő, és keserűséget hordoz valaki magában, és először csak magában hordozza, ez soha nem
fog megállni annál az embernél, hanem ezzel gyakorlatilag fertőzni fog másokat is. Ugye a fertőzésnek az elsődleges, hogy, tehát az ember hogy fertőz? Most nem a testi, fizikai fertőzésre fogok gondolni, de nézzétek meg, ott is először az van, hogy a vírusok először beépülnek az emberbe, bemennek az embernek, behatolnak a legmélyebb pontjába, a sejtjeibe, és talán rákényszerítik a sejtjeit, hogy olyan dolg, tehát ne saját magát reprodukálja, hanem másolja, hanem vagy hozza létre, hanem a vírust hozza létre. Na most, hogy működik ez szellemileg, amikor a keserűség csinálja ezt? Amikor a keserűséggel találkozik az ember és megüti az embert, akkor a keserűség először a szívet, az embernek a lényét, a legbenső részét támadja meg, a behatol az embernek a szívébe, mert az ördög tudja nagyon jól, hogy amit mondott Isten a példabeszédek könyvében, ugye a 4. fejezetnek a 23. verszakában, azt mondja, hogy az őrizd meg minden féltett dolognál, jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. És hogyha az ember nem őrzi a szívét, hanem oda hatol be a keserűség, akkor a szív reprodukálni fogja, tehát ezt fogja magából untani, ami behatolt oda. Ha az Istennek az igéje hatol be az emberbe, akkor az embernek a szíve azt az életet és azt a szellemet hozza ki belőle, tehát vagy jön ki az emberből, mert ugye a szív az egy forrás is, hogy azt a forrásból olyan víz fog kijönni, ami szellem és élet, és meg fogja áldani az embernek a lelki és fizikai életét is, meg a sorsát is, és a jövőjét is. De ha az ember megengedi, hogy a kutyát a keserűség megmérgezze, akkor onnantól kezdve, aki abból a kútból iszik, abból az életből, tehát kap, a beszéden keresztül, írásokon keresztül, vagy bármin keresztül, az ugyanúgy pontosan azzal a keserűséggel lesz megfertőzve, mint ami ott volt, és bekerült az embernek a szívébe, annak az embernek a szívébe, és ezáltal elkezd fertőzni. És előbb-utóbb azok az emberek is megkeserednek, és megharagszanak valakire, mert így működik ez. Nézzétek meg, hogy például Jakab apostol, csak egyet-kettőt lapozok előre, és azt mondja a 3. fejezetben, hogy azt mondja, kicsoda köztetek bölcs és okos, mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Látjátok, hogy azt mondja Jakab apostol, hogy a mi jó életünkből kell megmutatnunk a cselekedeteinkkel, hogy igazából mi van bennünk. Mert azt mondja, hogy ha pedig keserű irítség és civódás van a szívetekben, tehát keserűség van a szívünkben, látjátok, hogy a keserűségnek az első és lényeges pontja, ahogy a vírusoknak az, hogy minél hamarabb sejtekhez jussanak, gazda sejtekhez jussanak, és ott arra kényszerítsék, tehát hogy megzavarják a sejtnek a működését, a belső folyamatát a sejtnek, tehát látjátok, hogy a vírusok is megzavarják a sejtet, és utána kényszerítik arra, hogy mást produkáljon, mint amit eddig csinált. Ugyanígy van a keserűséggel is, ahogy mondja itt Jakab apostol, hogy a keserűség, azt mondja, a keserű irítség és szívódás behatol az embernek a szívébe. Mit csinálod? Zavart hoz létre. Már nem ugyanúgy fog működni az embernek a szíve. És azt mondja,
hogy behatol az embernek a szívébe. Látod? A keserűség nem marad meg csak a fejbe. A keserűség nem marad meg csak az érzéseiben az embernek. A keserűség behatol az embernek a szívébe. Ezért nem szabad hagynod a keserűséget, hogy dolgozzon benned. Ha megsértettek emberek, jogtalanul bántak, vagy neked volt igazad, de mégis nem úgy bántak veled, és a többi, és a többi. Teljesen mindegy. Ebből a szempontból, tehát nem biztos, hogy teljesen, de abból a szempontból teljesen mindegy, hogy neked az a cél, hogy arra vigyázzál, nehogy a szívedben keserű, civódás, méreg, indulat, versengés, vita zajlódjon le. Tudjátok, sok ember, amikor ilyen méreg van benne, és ugye ez ilyen adótoronnyá válik, és sugározza magából a keserűséget, és aki felé sugározza, az szinte érzékeli, hogy mi, tehát a párbeszédet, így az ember gondol, tehát el tud gondolkodni, hogy ő azt gondolja, hogy én meg azt mondom, hogy erre ő azt mondja, hogy. Tehát miért? Mert nem marad meg csak az embernél ez az egész, hanem itt már démonikussá válik, és igen, keresztényekben lehet démon. Miért? Mert itt van például, hogy keresztényeknek írja Jakab apostol a levelét, azt mondja, hogy a keresztények szívébe be tud hatolni a keserűség, Isten azt mondja, ne hazudj utána az igazság ellen, mert azt mondja, hogy ez nem az a bölcsesség, amely felülről jönne, tehát ez nem mennyei bölcsesség, hanem azt mondja, földi, testi és démoni. Tehát azok a keresztények hazudnak, akik azt mondják, hogy keresztényekben nem lehet démon, mert ez is mutatja, hogyha egy keresztény beenged keserűséget a szívébe, akkor démoni dolog kerül, tehát démonok kerülnek bele az életébe. És erre mondja azt Jakab apostol, hogy ekkor ne hazudozzunk már az igazság ellen. Mert ráadásul még az igazság ellen harcolóknak találtatunk ilyen démonizált állapotban. Tehát mi történik itt, amikor az embernek a szívét is behatol a szívébe, és ezek a gyökerek, a keserűségnek a gyökerei behatolnak a szívébe, és ott növekszenek, mit csinál az ember szívébe? Megzavarja az embert. Megzavarja az embernek a szívét. Már nem ugyanúgy tud gondolkodni. Már teljesen egy félre csavarva tud az ember gondolkodni, és sajnos azt olvassuk, hogy nem áll meg ezen a szinten, tehát természetes földi szinten nem áll meg ez, hanem ez testivé válik, tehát testi indulatokat fog hozni magával. Persze az az ember, aki ezt átéli, ő azt hiszi, hogy mint hogyha a Szent Szellemnek a vezetése lenne ez, de testi indulatokat hoz, és azt mondja, démonok kezdenek el működni az életében. Ez nem az a bölcsesség. Ez démonikus bölcsesség. És nézzétek meg, hogy amire utaltam nektek a példabeszédek könyvének a 4. fejezetében, azért nagyon fontos ezt megérteni, mert rájössz arra, hogy ezt megengedi az ember, elidegenedik az ember Istentől, önmagától, és azoktól a céloktól, amiket Isten az életébe helyezett és tett bele. Mindannyian egyszer élünk itt a Földön, van egy életprogramunk itt a Földön, és nem engedhetjük meg azt a luxust magunknak, hogy keserűségben, cinizmusban éljük az életünket, mert egy árnyék életet, egy céltévesztett életet fogunk élni, és ráadásul az életprogramunkat nem fogjuk tudni megvalósítani itt a Földön. Nézzétek meg, azt mondja itt a példabeszéd 4.23, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Figyeljetek! Előtte, most nem a gyógyulásról akarok beszélni nektek, majd remélem arról is majd fogok, de
De nézzétek meg előtte, mit mond Isten igéje. Azt mondja, fiam, az én szavaimra figyelj. Tehát amire figyelsz, azt mondja, az legyen, hogy az én szavaim legyenek az, amire figyelsz. Azt mondja, az én beszédeimre hajtsd a füledet, tehát hallgasd. Tehát mire figyelsz, és mit hallgatsz? Azt mondja, a szemeid előtt legyenek, tehát elképzeli az ember. Azt mondja Isten, képzeld el az igét, tehát az igének a tartalmát, amit mond az ige, és amit akar az életedbe létrehozni, azt képzeld el. Mert azt mondja, legyenek a szemeid, tehát ne távozzanak el a szemeidtől. Tartsd meg ezeket a szívedbe. Tehát mit mondott Isten ezzel? Azt mondja, hogy emberek, van három kapu, ami által bejön az ige, és az igének a szelleme és élete bejön a szívedbe. Mi ez a három kapu? Azt mondja, a figyelem, a fül, meg a szem. Tehát mit mond ezzel? Azt mondja, hogy a figyelme az ember az Isten. Hogyha szeretné Isten, hogy az ige hasson az ember életére, akkor nem csinálhatod azt, hogy nem olvasol igét, nem hallgatsz igét. Ezt nem csinálhatod. Akkor el kell különítened időt, hogy az igével foglalkozzál, ha szeretnéd az igének a hatásait az életedbe. Isten azt mondja, hogy ha az igének a hatásai kell, hogy megjelenjenek az életedbe, akkor figyelj az igére, hallgasd az igét, és a szemeid elől ne távozzon el, tehát az igének az eredményét képzeld el a szemeid előtt, hogy mit hoz létre az ige benned. Mert azt mondja, hogy tartsd meg ezeket a te, itt azt mondja a 21. verszak, hogy elmédbe, de az eredetiben szív van itt eredetiben. Tehát azt mondja, hogy így tud az embernek a szívébe behatolni az Isten igéje. És nézd meg, hogy amikor az Isten igéje és az igében levő élet és szellem benne van az Isten, sikerült bevinni Istennek a szívbe, a figyelmen, a fülön és a szemen keresztül, sikerült bevinni a szívbe, akkor azt mondja, ez életük lesz azoknak, akik megnyerik, és egész testük számára egészség, gyógyulás. Tehát, hogy akar Isten meggyógyítani? Hogy akar Isten egészségesíteni? Hogy akarja Isten az igében levő áldást az életedbe megosztani? A figyelem kapunk keresztül, a fül kapunk keresztül, és a szem kapunk keresztül. Bejön a szívedbe, és amikor már ott van a szívedbe, akkor életté válik, szellemmé válik, és elkezd hatni a tested számára is, gyógyulást visz. Mit csinálnak a keserű emberek? Nézzétek meg, mire figyelnek oda a keserű emberek? Arra, hogy hogy bántották meg őket, és hogy elbántak velük. Már rossz. Miért? Mert ez a fajta figyelem ezt viszi bele az embernek a szívébe. Nézzétek meg, hogy mit hallgatnak olyan szövegeket, ahol a keserű emberek, vagy keserű mondatok, vagy keserű beszédek mennek, és ezen keresztül is a szívébe bemegy a keserűség. Vagy mit képzelnek el? Mit várnak? Mit várnak a jövőtől? Mit várnak? Hát persze bosszút várnak nyilván, hogy tehát szeretnék látni azokon az embereken, akikre meg vannak keseredve, szeretnék látni az Istennek a bosszúját. De emberek, elkeseredett emberek viselkednek így. Miért? Például Izrael fiai dolgoztak Egyiptomba, nagyon hajtották őket, gyilkolták őket, verték őket, és nézzétek meg, elküldte Isten a szabadítót nekik, Mózest, bement Mózes a fáraóhoz, és elmondták, hogy engedje el a fáraó a népet. Erre mi történt? A fáraó megnehezítette a munkájukat. Figyelj, mi volt a válaszuk keseredett embereknek, amikor megtudták, hogy a fáraó megnehezítette a munkájukat? Mi volt a válaszuk? Azt mondják Mózeséknek, az Isten ítéljen veletek kapcsolatba. Hát ez nem így működik. Tehát Isten nem ezt akarja csinálni. De keserű emberek azt várják, hogy az ítélet hogyan valósul meg a fele barátaikon, a testvéreiken,
és látni akarják a bosszút. De ember, te ne legyél bosszúálló. Te neked nem ez az életprogramod, nem ez az életfeladatod, téged nem választottak be a bosszúállók ligájába, vagy az igazságligába, vagy nem tudom mibe. Tehát te, neked az a dolgod, hogy az Isten, meg nekem is, hogy az Istennek a nekünk adott életprogramját megvalósítsuk, és emberek se zökkenthetnek ki. Sőt, még olyan emberek se, hogy mondjuk neked van igazad, még az se zökkenthet ki téged abból az életprogramból, amit Isten adott neked. És azt mondja, hogy miért? Mert amire figyelsz, amit hallgatsz, amit látsz, és elképzelsz, és vársz, azt mondja, az belekerül a szívedbe, ezért minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. Látjátok? Hogyha nem őrzi meg az ember ezt a kapukat, nincs kapunáló az életébe, a személyiségébe, ezeken a területeken, akkor a szíve kiszolgáltatottá válik, démonizálódni tud, és kiszolgáltatottá válik az ördög számára. Hát hogy tudott bemenni szerintetek, mert egy nagyon furcsa dolgot olvasunk Júdással kapcsolatba, ugye Jézus tanítványával, hogy olvasod azt például, amikor azt mondja, hogy a sátán belement a szívébe. Tehát tudott hatni a szívébe a Júdásnak. Látjátok, hogy meg kell őrizni a szívünket, mert utána abból a szívből jön a lelkünkre, az életünkre, a sorsunkra, és sok-sok minden dologra ebből a szívből fog rááradni az élet. Vagy gyógyulást hoz a fizikai testünk számára, vagy megkeseredünk, és belebetegszünk. Mert ezt az életet hozza a méreg, a harag, a keserűség, a cinizmus, meg az indulatok, azok ilyen életet hoznak ki az ember szívéből, mérgezett életet, amivel megbetegíti az ember a lelkét, és megbetegíti az ember a fizikai testét is. Látjátok? Tehát nagyon fontos az, hogy az ember őrizze meg a szívét, mert ha nem, elidegenedik az ember. Nézzétek meg az Efézus levél második fejezetéből, itt is hadd mutassam meg nektek, a Efézus levél második fejezet, második és harmadik verszak. Mit mond itt Isten igéje? Azt mondja, melyekben jártatok, tehát egykorre világ folyása szerint, tehát vétkekben és bűnökben, azt mondja, jártatok egykor, és nézzétek, e világ folyása szerint, tehát ahogy ez a világ befolyásolt benneteket, és tehát azt mondja, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint. Tehát, hogy nekünk keresztényeknek figyelnünk kell arra, hogyha a világ befolyásol bennünket, akkor vigyázzunk, mert a világ levegő terében, a levegőjében van egy fejedelem, van egy szellemi birodalom, és annak van egy fejedelme, amely azt mondja, most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. És azt mondja, akik között forgolottunk egykor mi is mindannyian, amit testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és gondolatoknak az akaratát. Természet szerint a harag fiai voltunk, mint egyebek is. Dicsőség az Úrnak, ez régen volt, azt mondja Pál apostol. De figyeljetek, ha most is a testet kívánságába akarsz járni, cselekedni akarod a testnek és a gondolatoknak az akaratát, akkor vigyázz, hogy nehogy ez a levegőbeli fejedelem mégiscsak irányítást tudjon venni az életedbe, és tudjon kapni az életedben, mert ahogy ezeken az embereken most is ezt csinálja, ugyanígy, ha mi kiszolgáltatjuk magunkat neki, akkor meg tudja ezt tenni, és hiába mondjuk a szánkkal, de hát mi keresztények vagyunk, igen, de ha test szerint élsz, test szerint jársz,
A tested kívánságait cselekszed, azt csinálsz, amit akarsz, és a testnek és a gondolatoknak az akaratát csak úgy elkezded csinálni, akkor vigyázzál, nehogy ennek a fejedelemnek a befolyásába, befolyása alá kerüljél. Mert a szívedbe ő nagyon jól tudja, hogy kell elvetni azokat a magokat, amik utána viszont mérgekké válnak az életedbe, és igazából saját magadat fogod mérgezni a következő években. Tehát erre nagyon figyeljünk oda, mert ezzel elidegenítjük magunkat az Istentől is, tehát elindul egy elidegenedés az ember számára ezzel a fertőzéssel. Mit akarok ezzel mondani? Rövid az időm, de hadd mondjam el azt, hogy ugye ehhez hasonlítja az Isten igéje, hogy kikerül, tehát azt akarja a sátán, hogy kikerüljön az irányítás a lelkedből, vagy hogy mondjam, vagy a szellemednek a szándékai, tehát az Istentől való szándékok, akaratok, ezek kikerüljenek az életedből, és a testednek és az érzelmeidnek éppen ahogy áll az embernek a feje, az esze, az érzelmei, a dolgai, úgy cselekedjen, és úgy csináljon, úgy reagáljon, úgy válaszoljon dolgokra. És nézzétek meg, hogy igazából ez a fertőzés, ahogy mutattam nektek az Efézusi levél, a Jakab leveléből, ez démonikus fertőzéssé válik. És ezért mondta azt Jézus a Máté evangéliumának a 12. fejezetében, amikor démonűzés volt, és démonűzés gyakorolt Jézus, és azt mondták neki, hogy ő Belzebubbal űzi ki a démonokat, ezért mondta azt Jézus a vége fele, hogy azt mondja, figyeljetek, amikor tisztátalan szellem kimegy az emberből. Tehát mert imádkozhatunk, és fontos is imádkozni, hogy keresztényekből kimenjenek a démonok, és ne legyenek démonok keresztényekben. Azt mondja, kimegy a tisztátalan szellem az emberből. Mit csinál? Víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál. Akkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És oda menve, ahonnét ki, azt mondja, és oda menve, üresen, kisöpörve, és fölékesítve találja azt. Tehát miről van itt szó? Az, hogy keresztények tudnak démonizálódni Jézus tanítása szerint is. Hogyan? Hát úgy, hogy ha kimennek a démonok az életükből, vigyázniuk kell, hogy üresen és ne maradjon a házuk. Mert valami van a szellemvilágban, valamilyen jelzést mindig ad ki az ember magából, és amit látnak szellemi lények, hogy most üres, vagy nem üres az a ház. Honnan tudhatta ez a démon, aki kimegy egy emberből, és kiment egy emberből, és mondjuk azt, mondjuk most azt mondom, hogy abból a szempontból mondom, hogy van, aki azt mondja, hogy nincs keresztényekbe démon. Oké, feltételezzük, hogy nincs démon keresztényekbe. Mert kimentek belőle, amikor megtért, akkor mondjuk kimentek belőle a démonok. Ami szerintem nem igaz, de tételezzük fel, nincs a keresztényekben démon. De Jézus mégis azt mondja, hogy azok a démonok, amik elhagyták az embert, ezek vissza akarnak jönni. És ha nem figyel oda az ember, és üres a háza, akkor ezek a démonok maguk mellé vesznek másokat is, és azokkal együtt mennek vissza az emberbe. Azt mondja, akkor elmegy, és vesz maga mellé más 7 szellemet, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén ott lakoznak. Látjátok, ahol van egy démon, ott van több démon is. Olyan nincs, hogy csak egy démon van. Ezek a démonok nagyon jól tudják, hogy csapatban kell, kolóniában kell mozogniuk,
És sok keresztény van, aki azt hiszi, hogy egyedül kell. Tehát, hogy nem, neki nincs szüksége gyülekezetre, nincs szüksége egyházra. Hát nézzétek meg, még a démonok is okosabbak ezeknél a keresztényeknél, mert legalább ezek is közösséget alkotnak, és úgy használják ki azt, hogy el tudják foglalni az embert. Ezek, azt mondja, vesz maga mellé 7 másik szellemet, tehát ő lesz a törzsfőnök, most így mondom idézőjelben, ő lesz a törzsfőnök közöttük, összegyűjti a csapatot, és átbeszélik, hogy tudják birtokukba venni az üres házat, ahonnan kijött ez a szellem. Biztos elmondja nekik, hát én ismerem, voltam ott, tudom, hogy miket csinál, hogy próbál gondolkodni, milyen döntései vannak, erősítsük meg az uralmunkat ennél az embernél, hozzunk, gyere be te is, te is, te is, te is, összegyűjti azokat a szellemeket, és egy tervvel, egy összhanggal, egy stratégiával bemennek annak az embernek az életébe. És azt mondja Jézus, hogy ennek az embernek az utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Látjátok, hogy tehát amikor megengedsz egy apró dolgot, vagy megengedek én is, vagy bárki, azt mondja, hogy csak egy kis keserűséget hadd tűrjek el. Hát ebből nem csak egy kis keserűség lesz. Nézzétek meg, hogy ebből az lesz, hogy ez a keserűség növekszik, nem marad meg ugyanannál a pontnál, nem marad ugyanakkorának, ez a keserűség, ha bekerül, ez elkezd növekedni, ez nem áll meg annál, hogy csak növekszik, hanem elkezd zavart hozni az emberben, egy zavartság lesz szellemben, egy zavart állapotba kerül. Nézzétek meg, hogy ez nem marad meg csak az embernél, hanem ez elkezd mások felé is elkezd nyomulni ez a keserűség, és másokat is megfertőztet ez a keserűség. Ezek után azt olvastuk Jakab apostolnál, hogy ez a szívbe is behatol, és a szívbe, ahogy behatol az ember figyelmén, a fülén, amit hallgat, amit vár, azon keresztül behatol a szívébe, ez kezdi el ontani és átvenni ez a benső életét is az embernek, és tönkre zúzza az embernek a gondolkozásmód, tehát a lelkét, tönkre zúzza az embernek a lelkét, a gondolkozásmódját, az érzelmeit, a döntéseit, a szándékait, megbetegíti az embernek a fizikai testét, a sorsába, egy új sorsot ír, egy rossz sorsot ír neki, tehát tönkre vágja az embert. És ezek után még azt olvassuk, hogy még azok a démonok, amelyek elhagyták az embert, még ezek elkezdenek visszajönni, és még egy sokkal rosszabb démonokat is hoznak magukkal. Hát ez hogy mondjam, hát egy skandalum, tehát ez elképesztő. Ezt nem engedhetjük meg magunkat, és értitek, ezért beszéltem ma is erről, hogy átlássuk ezt az egész folyamatot, hogy mi zajlik, és még fogok erről beszélni, mert legközelebb szeretnék beszélni a konkrét gyökerekről is a keserűségnek. De nézzétek meg, hogy ez nem már áll meg az embernél, hogy csak egy kicsit megengedem magamnak, hogy egy kicsit keserű legyek. Nem! Nem engedheted meg magadnak. Se én nem engedhetem meg magamnak, hogy keserű legyek, mert elszúrjuk ezt az életet. Elszúrjuk az életünket. Elszúrjuk a kapcsolatrendszerünket. Elszúrjuk a fele barátainkkal való kapcsolatunkat. Elszúrjuk a testvéri kapcsolatainkat, a családba, a gyerekekkel, a szüleinkkel való kapcsolatot. Elszúrjuk, az életünket el tudjuk szúrni. És azt hiszük, hogy jól csináljuk, mert ezek becsapnak, ezek a szellemek. Azt hiszük, hogy na, de megmondtam, hogy mi az én igazam, és én csak azért is megcsinálom, és nem veszük észre, hogy egy félresiklott életet, és egy félresiklott
életutat fogunk élni, ami egy árnyéka lesz annak, amik lehettünk volna itt a Földön, amikké válhattunk volna itt a Földön, és ez ne legyen meg senkinek az életében, hanem mindannyiunk, mindannyian töltsük be a Földön a feladatunkat és az életünket, és legyünk azok, és váljunk azokká, akiknek Isten tervezett el bennünket, még az örökké valóságban, még a Föld megalapítása, vagy megteremtése előtt, van egy jó terve Istennek velünk kapcsolatban, veled kapcsolatban is. Nagyon jó terve van Istennek. Egy nagyon jó karaktert lát benned, egy nagyon jó személyiséget lát benned, de nem akarja, hogy méregben éljél, és mérgezett ember legyél, hanem az egyediség, az a valami, az belőled sugározni tudjon, és elő tudjon jönni. Ezért én is arra kérlek téged Isten igéjével, hogy hagyd el a keserűséget. Ne keseredjél meg másokra, ne keseredjél meg az életre, ne keseredjél meg az élethelyzeteidre, ahogy bántak veled. Tudom, lehet, hogy nagyon rosszul bántak veled, és szinte feldolgozhatatlan. De neked egy életed van. És ha a másik elszúrja az életet, és el akarta szúrni a tiedet, neked van felelősséged a saját életedért, hogy azt ne tedd tönkre, ne szúrd el. Ne engedd meg az ördögnek, hogy becsapjon téged, és más emberekre irányítsa a figyelmedet. A hibáikra, amit elrontottak veled kapcsolatba, vagy mással kapcsolatban, nem tudom, de te, az nem neked van, érted? Tehát, hogy tudjátok, amikor Péter apostol kérdezi Jézust, hogy na és János apostollal mi lesz? Mondja ugye János evangéliumának a végén, mondja, és vele mi lesz? Erre azt mondja Jézus, mi között hozzá? Te kövess engem. Tehát te kövesd Jézust. Ne másokra figyelj, mert el fogod szúrni, ha másokra figyelsz. Ez az ördög akarja, hogy másokra figyelj. Meg mások, amit csinálnak, arra figyelj. Ez nem ad felmentést neked. Másoknak a hibái, tévedései, elrontott dolgai, meg amit veled kapcsolatban elrontottak, az neked nem ad kifogást arra, hogy ezért te nyugodtan keserűségben élhetsz, és úgy csináltod, ahogy te gondolod. Mert ha a testnek és a gondolatoknak az akaratát, és a testi természetben éled az életedet, akkor be fog folyásolni téged is a levegőbeli hatalmasság fejedelme. És ezért én ezt kérem tőled, hogy engedd el a keserűséget. Ne ragaszkodj a keserűséghez. Imádkozni fogod most, érted és értetek, és ezzel kapcsolatban, hogy Isten igéje szerint, érted, hogy szabadok legyünk ettől. Akiben van ilyen, az meg tudjon szabadulni. Tehát ezért most kérlek, hogy ha otthon vagy, vagy hallgatod, vagy azt meg tudod tenni, hogy becsukod a szemed, nyilván, ha vezetsz, akkor nem, vagy más helyen vagy, de most imádkozni fogok, érted. Mennyei Atyám, én a Jézus Krisztus nevében kérlek, hogy jöjj most a hallgatóknak, a nézőknek az életébe, és Uram, kérlek, rombold le az életükbe a keserűségnek a gyökereit. És a názáreti Jézus Krisztus nevében, Sátán, megdorgállak téged. És a Jézus nevében a keserűségnek a szelleme, a civódásnak a szelleme, a méreg, a harag, az indulatok szelleme, a Jézus Krisztus nevében hagyd el az életét a názáreti Jézus nevében. És a názáreti Jézus Krisztus nevében csüggedés szelleme, passzivitás, az a belső, a lelkedre, a testedre, az az erőtlenség, ami a lelkeden van,
a testedem van, a csüggedés szelleme, szomorúság, bánat, Jézus Krisztus nevében, letargia, Jézus nevében csalódás, csalódottság is, a názáreti Jézus Krisztus nevében megdorgállak téged, és a Jézus Krisztus nevében kényszerítelek, menj ki az életükből, a Jézus nevében hagyd el az életüket, a szívüket, menj ki a szívükből a Jézus Krisztus nevében, hagyd el teljesen az elméjüket is, gondolatokat is, visszatérő gondolatok a názáreti Jézus nevében, ahogy elbántak veled emberek, vagy ahogy bántak veled a Jézus nevében, hagyd el a gondolataikat, az érzéseiket a názáreti Jézus Krisztus nevében. Menj ki az életükből Jézus Krisztus nevében a fájdalom, lelki fájdalom, szívfájdalom, amit okoztak neked az emberek, lelki fájdalmak, amiket okoztak neked az emberek a názáreti Jézus nevében. Ez elhagyja a szívedet, elhagyja a lelkedet, elhagyja az életedet a názáreti Jézus nevében, csüggedés, szomorúság, bánat, depresszió, szomorúság, csalódás, frusztráltság szelleme. Hagyd el a Jézus Krisztus nevében, és a názáreti Jézus nevében mennyei atyám, kérlek, hogy a keserűségnek a gyökereit, kérlek, hogy ne tudjon megnövekedni az életükbe a názáreti Jézus Krisztus nevében. Kérlek tégedet, hogy jöjj az életükbe a te kegyelmeddel, a te jó indulatoddal, jöjj, és rombold le bennük ezt a negatív lelki érzéseket, gondolatokat, rombold le ezeknek az erejét, csüggedéseknek az erejét a názáreti Jézus nevében. Szívbeli civódások, zavar, amit létrehozott a keserűség az elmédbe, a gondolataidba, az érzelmeidben, a názáreti Jézus nevében zavar, zavarodottság, a názáreti Jézus nevében kimész belőle, elhagyod az életét, a Jézus nevében semmiféle fertőzés, nem, ilyen szellemi fertőzés nem lehet az életedbe, a Jézus Krisztus nevében. És ha rossz dolgokra figyeltél, akkor kérlek, mennyei atyám, tisztítsd meg a figyelem kaput a személyiségükbe. Tisztítsd meg a szemeknek a kapuját, a figyelmüknek, a látásuknak a kapuját. Tisztítsd meg Jézus vérével az életükbe. Jézus nevében a fülkapujukat tisztítsd meg, a Jézus Krisztus nevében az életükbe, hogy a szívükbe nem méreg anyagok legyenek, hanem a te szent szellemedet, a te szent szellemed, a te keneted, a te szellemed, a te életed legyen bennük. A Jézus Krisztus nevében kérlek tégedet, rombold le azokat a démonokat is, amelyek ha ott vannak az életükbe, és kolóniát alkotnak az életükbe, kérlek, hogy rombold le ezt a kolóniát, démoni szövetséget az életükbe, és kérlek, oszlasd föl ezt a démoni csoportosulást az életükbe, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Kérlek tégedet, jöjj a hallgatóknak, a nézőknek az életükbe. Kérlek, a lakásukba jöjj. Kérlek, hogy a Szent Szellem ereje által, Jézus Krisztusnak a vérével tisztítsd meg az otthonukat. Kérlek, hogy hintsd meg az otthonukat Jézus Krisztus vérével, a báránynak a vérével, és kérlek, hogy tisztátalan szellemeket, gonosz szellemeket, éjszakai szellemeket, amelyek nem hagyják aludni őket, gyötrődéseket okoznak, kínzásokat okoznak a szellemükbe, a lelkükbe, a gondolataikba, az érzéseikbe. Ezektől tisztítsd ki a házukat, az otthonukat, a lakásukat, a hálószobájukat, az ágyukat, kérlek Jézus nevében. És kérlek, hogy jöjj a te kegyelmeddel, Uram, és helyezd rájuk az áldásnak a szellemét, hogy ne ők rohanjanak az áldásuk után, és rohangáljanak, futkorásszanak
hanem Jézus Krisztus nevében az áldásnak a szelleme szálljon rád a Jézus Krisztus nevében, és az áldásnak a szelleme kísérjen téged, ott legyen az utaitokba, és ha rossz döntéseket hoztatok véletlenül, akkor fordítsa meg az Úr, vagy ha nem is véletlenül, de fordítsa meg ez a szellem, az Úrnak a szelleme, ragassza rátok ezt az áldást, és fordítsa meg még a rossz dolgokat is az életetekbe, és hozzon jó dolgokat, és fordítsa át jó dolgokká a döntéseteket a Jézus nevében, és ahogy Izsák is, vagy Jákób is, ahogy megváltoztatták a bérüket, a nektek is az életetekbe Jézus nevében az áldásnak a szelleme adjon ötleteket, adjon új lehetőségeket, adjon váltásokat és változásokat az életetekbe, hogy ne ragadjatok be lábánokhoz, hanem Jézus Krisztus nevében áldás legyen a sorsotokon, az életeteken, és hogyha szárazság van az életetekbe, olyanok legyetek, mint Izsák, aki vetett a földön, és százszor annyia lett, és nektek is az életetekbe, százszor annyi jöjjön be az életetekbe, előre haladás legyen, gyarapodás, előre menettel legyen, fokról fokra, és a személyiségetek is, és a karakteretek is, a bensőtök is, a jellemetek is erősödjön meg, változzon, Krisztusi legyen, hogy tudjátok hordozni, hogy nem megromlás legyen az áldás eredményeképpen, hanem előrehaladás, növekedés, fejlődés, és az Isten ismeret is, és az Isten ismeretben, Jézus Krisztus ismeretében való növekedés, és Isten ismeretben való növekedés legyen a Jézus nevében az életetekbe, és legyen éhség a szívetekbe, hogy keressétek Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek a Jézus Krisztus nevében. Legyetek egészségben, jó egészségben legyetek, és ha valamilyen betegség, erőtlenség, fájdalom ott van a testetekben, a názáreti Jézus nevében, betegség, hagyd el az életüket, menj ki az életükből, a Jézus nevében gyógyuljál meg, legyél egészséges, Isten ereje töltse be a testedet, és teljesen minden részedet, ahogy olvastuk is, hogy életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testük számára egészség és gyógyulás, a fejed búbjától a lábad talpáig gyógyulás és egészség legyen, a családodba is, apukád, anyukádnak, a gyerekeidnek az életében, nagyszüleidnek az életébe is, rólad áradjon rájuk, és gyógyuljanak meg a Jézus Krisztus nevében. Legyetek áldottak Jézus nevében. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy meghallgattatok, köszönöm, hogy itt voltatok velem, és jó estét, szép estét és jó éjszakát kívánok nektek. Sziasztok!